Kedves Dóri és Robi, sziasztok! Ebben a Breaking videóban, videó üzenetben szeretném kifejezni köszönetemet és hálámat a bizalmatokért és a szimpátiátokért, hogy én lehettem az esküvőtök házigazdája, ceremónia mestere. És szeretnék néhány mozzanatot mindenféleképpen visszatükrözni, amit viszek magammal a veletek való találkozásokban és az esküvőtök. Legelsőképpen, amit szeretnék kiemelni, hogy a beszélgetéseink során még a készülődési időszakban, akár videócseten, akár face-to-face, nagyon erősen látszódott az egymásra figyelés, az egymásra koncentrálás, az egymásra rezonálás. Ez hihetetlen erős volt, és ez nagyon jó volt ezt látni. Nagyon hálás vagyok a családjaitok és a barátaitok a befogadásáért egyébként az esküvőtök napján. Sőt, én külön köszönöm azt, hogy Robinak a szüleit megismerhettem még az esküvő előtt. Egyébként Zsuzsannának a szarkasztikus humora nagyon tetszik, nagyon, nagyon szimpatikus volt. A esküvő napján, amit elsőként szeretnék kiemelni, illetve még az esküvőhöz kapcsolódóan, hogy a családtagoknak a készülődés, hogy mennyire izgultak, és ők is nagyon várták ezt az ünnepet, hogy végre elérkezett. És hogy mennyire készültek, mennyi energiát, munkát beletettek ők is. Az esküvő napján nagyon jó volt látni, vagy hihetetlen szép volt látni, inkább azt mondanám, amikor először találkoztatok, szépen felöltözve, és az a fajta meghatottság és izgatottság, ahogy együtt voltatok, ahogy átöleltétek egymást. Ez nagyon szép pillanat volt. Ugyanilyen volt, amikor a vendégeitek vártak benneteket, és az látszott, hogy végre eljött ez a pillanat, és az nagyon jó volt ezt megtapasztalni, hogy ott is mennyire erős volt az a felétek áradó szeretet tőlük. Tetszett a ladaságotok, a bohémságotok a szertartás közepén egyébként a Máramia templomban volt, ez nagyon aranyos volt. Ami pedig a polgári szertartásnál, hát azt láttátok, tudjátok, nekem is elakadtak a szavaim, Péternek a köszöntésénél, ahogy a ragaszkodásról beszélt hozzátok. Ez nagyon szép volt és nagyon megérintő volt. És amit még szeretnék kiemelni, tőletek, ez a nyitó táncotok. Annak ellenére, hogy mennyire beszabályozott módon élitek a napjaitokat, vagy az életeteket, közös életeteket, mégis itt a táncotokat egy teljes felszabadultsággal tudtátok végtáncolni, abszolút tiszta örömből jött. És ez nagyon jól látszódott, nem értem, hogy becsúszott valami, nem volt probléma, annyira jó át tudtátok ideállni, mert élt, bennetek élt, és általatok élt az a tánc. Úgyhogy köszönöm szépen az élményt. A múlt héten, az esküvőtök után családdal elmentem nyaralni, ez csak azért fontos, mert a túrázások közben fogalmazódott meg néhány olyan gondolat, amit útravalóul szeretnék nektek megosztani. És mégpedig azt gondolom, hogy a házasság olyan, mint akár egy kalandpark, vagy egy jó túra. Ugye mondtátok magatokról, hogy ilyen felfedező típusok vagytok, és ez igaz volt a kirándulásaitokban, meg annak a megtervezésében is. Tehát jó, hogy az újat megkeresni, megélni, megtapasztalni, és nem véletlenül szerveztek ilyen ad-hoc utakat, sőt, már az elindult utat bármikor módosítjátok, és ez azért jutott eszembe, mert mi is így csináltuk. Elindultunk a hegyekben, a Sopron mellett voltunk, ott túráztunk, és úgy döntöttünk egy alkalommal, több alkalommal, hogy ennél a jelzésnél mi más irányba megyünk, és volt, amikor sokkal meredekebb, sokkal erőteljesen volt. Ami viszont nagyon fontos volt, hogy ez egy túra különböző szakaszokból állt, és nagyon jó volt látni, hogy mindig valamikor valaki elfáradt, akkor ott volt a másik, akit támogatta, aki erősítette, aki bíztatta, vagy a túra közben is. Voltak könnyebb, pihentető szakaszok, volt, amikor meg kellett állni, és egyszerűen csak hagyni, hogy az mondjuk, amikor kiléptünk egy rétre, vagy egy fensíkre, és látni azt a fajta
panorámát, ami elénk tárul, figyelni, hagyni, hogy hasson ránk. És néha érdemes volt még visszatekinteni, hogy mi van mögöttünk, sokkal inkább előre nézni, hogy mi az, ami még előttünk vár ránk. Ez volt az egyik. A másik, és ez megint utal rátok, hogy vannak olyan pontok, amelyekhez rendszeresen visszatértek, például Bahamnak a Borin-vidéke. És nekünk is így volt, volt a héten minden, egy olyan pont, egy hely, ahol minden nap visszatértünk. Megittünk ott egy kávét, vagy fegyésztünk, de minden nap betértünk oda. És azt gondolom, hogy ez a kettőség jellemzi a házasságot, hogy a tutakon, a tervezettség mellett, és néha az újra való igény és az előre haladás, az új élmények mellett nagyon fontos, azok fontosak azok a biztos pontok, amelyek megnyugvást adnak, amelyek töltekedésre adnak lehetőséget, amelyek pihentetőek. Úgyhogy kedves Dóri és Robi, ebben a kettősségben kívánok nektek is közös utazást, tervezzétek meg, induljatok el csak szabadon, vagy töltődjetek, ahogy jól esik nektek. És ha szükség van, akkor nézzetek körül, hogy ott vannak azok, akik szeretnek benneteket, mint a családjaitok, barátaitok. Ezt kívánok nektek, jó egészséget, hosszú, boldog, hátas életet, és jó utat! Sziasztok! Én az ifjú pár!